Hartja a Debrecen tér felén, tér harmadán. Korongot. Ott van Gyattóvel, üres a kapu, és megszerzi a Miskolc a vezetést. Ha jól láttam, Hajós Roland lőtte be az üres kapuba a korongot. A Miskolci a korong is próbálja körbejátszani, próbálja kijátszani a Debrecen, és sikerül is, megvan a második Miskolci gól. 25-ös számmal Kigen Tenzerő megszerzi a második Miskolci gólt. Mindig a Miskolci a mezőny fölény egyelőre, és ezt ki is tudták használni ebben a harmadban. Lehet a debreceni támadással Ladányi, Ladányi, és ott van az első debreceni gól! Ladányi Balázs még a harmad előtt sikerült, és megszerezte. Hoy. Átadja Jesse Ray Dudásnak. Bece. És Gyatlov megint egy nagyobb védet. Lehet a Debrecen, okosan át. Újra megszerzi a Miskolc a korongot, Becénél még mindig ott van. Bece beadja középre, és megszerzi a harmadik gólt a Miskolc. Jesse Ray Dudás. A Debrecennek a védelme most nem volt a helyzet magaslatán.